Na szavaztok srácok, üdvözlő csatornánk itt jelentkezik a következő része, amivel megpróbálunk felhúzni a karakterünket még inkább, ugye még magasabb szintekre, ami körülbelül nem tudom, hogy mennyi lesz, talán egy... Mi ez? Ja, hoppá. Úgy látom, hogy volt itt egy küldetés, amit egyből meg is tudtuk csinálni. Kaptunk mi csodát, egy csizmát, ami 21-es szinttől elérhető, meg kaptunk egy kis ilyen amulettet, ugye, ami arra jó, hogy nem is tudom mennyivel, 50%-a több XP-t fogunk kapni. Na, de most menjünk rá akkor ezekre a küldetésekre, amiket ugye itt különböző... Hol is kell megcsinálnunk? Aha, ott mutat nagyon sok küldetés. De először mindig ugye beszéltünk arra, hogy akkor a sárgákat érdemes csinálni. Itt mit kell csinálni? Jó, oké, akkor oda elmegyünk. Sejtem, hogy hova, mit kell csinálni, és akkor már nyomjuk is neki. Na most ezt sikerült ugye elmondanom. Kb. Úgy, hogy semmiképp ne lehessen érthető, vagy ne legyen érthető senkinek. Az olyan, hogy csapatjuk neki mind az örök, mindig, hogyha bejön sárga küldi, akkor azt csinálja, és akkor ez valószínűleg elvisz olyan helyre, amit ugye... ahol érdemes éppen tevékenykedni. Most ide is pörgetek, ugye itt a két sárga küldi, először is Dukoki Minort kell ölni, az másik irányban van itt meg viszont ilyen különböző mobokat, amik erre fele találhatóak, ha jól emlékszem, szóval akkor arra ráfüggünk. Aha, ilyeneket, ezeket a dinószerű képződményeket kell ölni. Benyomjuk ugye a scrolljainkat szépen, új skillünk nincs, ezt kidobom innen, mert nem kell, és akkor adjuk neki, gyerekek, csapassuk. Szokásos felállása ugye, én ilyenkor normál csatra át szoktam váltani, hogy marha gyorsan sikerüljön ez a haladási dolog. Nem tudom, hogy pontosan hol vannak ezek a mobok, úgyhogy most egy kicsit cseszem el az időt. Majd, bazze, hol vagytok? Hol vagytok, gyerekek? Hol vagytok? Ott van, mondom nem. Jó. Jó lett volna megjelölnem magamnak, hogy hol vannak, azt akkor nem kell itt a részt, nem, de mindegy. Na, ez a tog az rám akadt is, nem is pittyent? Ez komoly. Nem megyünk a távolabbihoz, aztán akkor biztos leagad. Nagyszerű. Lassan ugye ez a 10-es fegyver, ami nálam van, ezt lassan ki fogom nőni. Én majd kell szereznünk. Nem is tudom mennyit ad ez a küldetés, de ezt azt eléggé magas utalommal kecsegtek. 4x5, 5x5 és akkor mehetünk tovább. Ezt is gondoljátok, hogy hát honnan tudom kapásba, hogy hova kell menni, ugye emlékszem rá. Azért. Ja, most nem is akarom, emiatt nem is akarom nagyon mutogatni, hogy most ide kell menni, oda kell menni, mert úgyis is látjátok. Most egy térképen megmutatom, hogy ide kell menni, oda kell menni, akkor annyi erővel, amíg én azt elmutatom, akkor lehet, hogy addig oda is megyek, és akkor egy gyakorlatilag ott látjátok ezt a dolgot. De az erdőben bemegyünk, azt hiszem a másik fajta ilyen mob az itt van, ez a... Aha, ott van. Nagyon várom, hogy megkapjam az egyre jobb küldetéseket. Vagy nem is küldetéseket, skilleket, közben elgondolkodtam. Oké, gyerekek. Ha nagyon nem akarsz bemenni, ugye akkor ki kell húzni valamilyen távolsági skillet. Gladiátoroknak ajánlom azt, hogy tudják azt csinálni, hogy egy bow-ot beraknak ugye a másodlagos fegyvernek, amit itt tudsz ugye váltani. És akkor ugye bow-val be tudsz ölni egyet, és egyből ugye ki jön a mob. Onnan, ahol éppen tartozz, pedig nem kell oda ballagnod. Van még néhány darab. Jó volt ez. Majd nem Juniorra gondolok, hogy mi volt, hanem ez a... Junior, ki lesz a téve? Az örög. Menj ki szépen. Ott ki lehet ugatni. Jó, még hányat kell? Még kettőt megölni, és akkor ugye új... Hosszú le kell adni, vagy bármi. Meglátjuk, hogy mit kell utána. Mi az a mob csinálja ezt a időt, ezt a shieldet rak magára, vagy nem tudom micsodát. Itt van még egy.
Move closer to your target. Ez. Jó. Aha, és akkor most meg kell ölni ezt a német mobot, ugye? Ezek a némereknek általában több ilyen pötty van a nevüknél, úgyhogy onnan lehet megkülönböztetni. Meg ugye ezek általában skillesek, hanem tudnak valamilyen skillt tolni. Különböző erősebbek. Különböző tulajdonságaik lehetnek ugye pluszba. Ez is megvan, ideje, akkor le kell adni ezt a küldetést. És ha menjünk. Itt nézzük meg, hogy nincs véletlen olyan. Na a Veteran Pepper, bazzel, nem vettem meg ezzel a gyerekek. De megvettem, nem, Silver Ore. Ez biztos, hogy nem lesz meg a kukuru. Még nem nagyon lesz meg, azt nem fogom én kipipálni, oké. Dukaki Mine, egy csomó minden viszont valamit valószínűleg jó lesz megcsinálom. És ezt leadom, akkor elképzelhető, hogy lépek egy szintet. És várjatok, és mutatok nektek valamit. Hogyha megnéztek a térképet, akkor ugye mindig van egy olyan, hogy itt van ilyen, itt egy ilyen barlang. Ilyen ikon. Ez azt jelenti, hogy ott van egy insta, és ott láthatod, hogy hányas szintől tudsz bevenni, ugye. Hogy van, hogy 16-ostól. Úgyhogy, ha meglépjük a szintet, akkor be tudunk menni. Még egy nagyon szuper dolog, azt külön videóba akartam megmutatni, de mindegy. Igazából. Bár itt lehet, hogy megcsinálunk gyors még küldetést, aztán utána megyünk oda. Szerintem ez meg is van. 16-os megvan, új skillek, nézzük. Jaj, imádom ezt a skill, gyerekek, imádom ezt a skill. És ennek van egy következő szintje, de szerintem az módosult is. Ez a skill, ez egy Templar skill, arra jó, hogy tudod pullolni, magyarul húzni a mobokat. Aminek tényleg annyi értelme van. Jó, itt meg megcsináljuk ezt szerintem, ezt a Dukaki Mine-osat. Mindjárt megmutatom, hogy milyen értelme van. Annyi, hogy gyakorlatilag nem tudod, nem kell oda menni egy mobhoz, és úgyis meg tudod ütni, és oda tudod húzni magadhoz, és a partithoz. Figyelj! Ha? Szóltál mit? Mit szóltál, jó? Marha jó, nem? Ha, ez mi ez? Úr, ez de gyors. Nem tudom, nem-e kell ez valami küldetés, és azért próbálom megvenni. Úgy emlékszem, hogy kellett. De úgy látom, hogy... Igazából úgy látszik, nem. Na, itt vannak a küldetéshez. Ah, itt van a sárga küldetéshez is. És üzéhez is. Kékhez is. Csináljuk, mint az őrültek, azt majd csak lesz valami. Bár lehet, hogy nem itt kellene vesztegetnem az időmet. Itt kaptam egy Greatsword-ot. Ott egy ilyen protektort is kell, ugye. És ez a skill, ez amelyik ugye lehet így húzni. Azzal meg is tudod szakítani egy mobnak a skilljét. Például, hogyha most tol egy valaki, vagy egy mob, vagy egy ellenséges játékos skillt, kasztolja ugye, ami ideig tart, hogy megtörténjen, akkor lehet az, hogy ezzel félbe tudod szakítani. Tehát a legnagyobb haszna ez ugye, hogy ide tudod húzni a mobot, nem kell neked odasérzálnod. Ja, még ráadásul lassítja is egy bizonyos időre ezt a mobot. Igazából nem akarok olyat megölni, amit nem kell. Nem érdemes ugye olyanokat ölni, amit nem kell, úgyhogy ezeket ne is öld. Egy mód van rá, nézzük ezt, kihúzzuk. Ott van egy ilyen kék küldetés. Mondjuk a szar helyen van. Hát igen, eléggé kevés támadó skillem van még. De majd ez valószínűleg változni fog. Aha, ez küldetéshez tartozó nyaklánc, és már csak egy ring kellene.
Ugye úgy látszik, hogy itt dobják különböző mobak, és akkor az is megvan az a küldetés, itt még rengeteg mobot kéne ölnem, legalábbis van itt egy néhány lehetőség. Húzzuk. Ugye ez PvP-ben is nagyon hasznos, hogyha például megküldni, akkor egy ellenfél, akkor be tudod magadhoz húzni. Főleg egy IA-t, vagy egy ugye messziről próbál lövöldözni, hogy azt meg tudod gátolni. Egy protektor kellene az a nagy darab állat. Ó, és ott is van egy küldetés, látom, ott meg kell fogni ezt a hordot. Vagy mi az doboz? Akkor azt is csináljuk. Gyorsan, gyorsan, miért visszaír a hülye. És ő volt. Na, és húzunk. Elhúzzuk ezt. És az valószínűleg le fog akadni amíg idejét. Ilyen pont. Nagyjából érzem, hogy mennyi időt akadnak le. Ez is megvan. Ebből még kellene a gyerekek. Ah, ott van egy olyan néző. Jaj, hol van a följárata? Nagyon sok küldetés megint megcsinálok. Ma ugye mehetnék izébe, első instába, haramelbe, de ha egy... Gyuriának, menj ki! De ha már itt vagyok, akkor érdemes megcsinálni ezeket. Hoppá, itt is van egy vizé. Ugye a láda, amit tip-taperolhatok. Na ez megvan. Még mi kell, gyerekek? Egy olyan, ott van az a big protector. Olyan kell, ugye? És akkor az is megvan. Johnny van nagyon hiperaktív. Amikor rájön különben, hogy úgy érzi, hogy... Sőt, még néha szokott olyan is lenni, hogy álmod dolgokat. Úgy gondolja, hogy... Ja, álmod valamit, és akkor azt hiszi, hogy ez tényleg úgy volt. Na, itt ez a ring, ez még nincs meg, azt honnan tudnék megszerezni? Nukaki szetlemen, gyakorlatilag bármi tudok szerintem akkor adta volna. Nem tudom, most mit próbáljuk meg, hogy hát, hogy hagyja. Már nem olvastam, normálisan lehet, hogy nem. Mindjárt nézzük. Szerintem furadnom, hogy melyik adja. Megnézzük egy ilyet. Aztán ha nem adja, még két magot megölök, ha nem adja, akkor fogjuk magunkat, ezt lépünk tovább. Mert akkor nem érdemes, ez mennyit adna egyébként, ez hány százalékot? 16 nem kevés, franc ugye meg. Kicsit mélyebbre menjünk. Megpróbáljuk mélyebben, hát ha. Itt. Ha, volt mögöttem is, hogy jó, ezt a kettőt megalom. Ha nem adja, akkor nem adja, akkor húzom. Az utolsó lehetősége. Á, jó van, gyerekek. Nem, itt nem tökörészünk kell ennyit, mert ennyi erővel akkor máshol meg tudom ezt fejlődni. Hát az a baj, hogy ugye valamilyen gyűrű kell, neki tudja, hogy mikor dobja. Lehet, hogy van egy esély rá, mit tudom én, 20% minden mobnál, érted azt az. Oké, hogy 5 mobból kéne dobnia, de hát nem biztos az. Egyáltalán nem biztos. Húzunk aztán valamire csak lesz. Mi? Na, kipihentség. XP, 50%. Ha, és csak 50% XP van most, úgyhogy lassabban fogunk haladni, mint tegnap. Sajna, nem baj. Megnézzük, miket kell leadni? Ez az egyet érdekes. Jó, megyünk izébe, Vertaromba mindenképp, aztán akkor megnézzük, nincs-e küldetés a izéhez. A Haramelhez. Nézzük. Aha, dehogy nincs. Látod, itt lett egy pár küldetés.
Itt meg fel lehet venni egy küldetést, ott, és akkor azt is felveszünk, bár az valószínűleg nem Haramelbe megy. Megyünk Haramelbe a legelső instába, ami ugye a játékban van. Az egy egyszemélyes insta, gyakorlatilag ilyen bevezető. Ha Bertrand Citadelben még jó, hogy ezt felvettük, oda kéne mennem. Még jó, ugye ez egy ilyen bevezető, gyakorlatilag ilyen tanítási része az instáknak. Ugye az insták az általában nem egy személyiség, hanem általában 6, vagy 12, vagy akár még több is lehet. Személyesek, ugye ez egy ilyen egyszemélyes direkt azért, hogy ugye tanuljon egy kicsit bele az ember. Most akkor itt felveszünk minden küldetést, mert előfordulhat, hogy ugye igenis instanszos küldetés, tehát akkor ez már oda tartozik. Gyorsan még megnézzük, hogy kik vannak, mi vannak. Itt is egy küldetés. Én azt hiszem le is kell adni. Ó, itt is vannak, nagyon jó. Kallos küldetés. Gyerekek, rengeteg van, ez mennyit adott? Ez valami nagyon sokat, nem? Ez csak 300-at, mindegy, azt is felveszünk. Ott berepülünk, ott le tudunk egyet adni, ugye? Greatsword, ez jó lesz nekem. Na és meg is van egy szintünk, nagyon jó. És akkor most megint megnézhetjük, hogy nincs egy véletlenül egy küldetés. De van, itt valahol. És több elvileg nagyon nincs itt a környéken, most megyünk. Csak elmegyünk Haramelbe, gyerekek, ami a legelső insta. A Haramel az itt van valahol a térképpel, ugye itt lent. És ott is vannak küldetések, tehát akkor azokat is felszív valószínűleg. Az még lehet, hogy ugye oda bevezett, és egy az, hogy végigcsinálod azt az instát. Kettő az, hogy azokat a küldetéseket megcsinálod, és kapsz egy csomó pénzt. És XP-t, és mindenféle itemet, úgyhogy szuper jó. Na nézzük, egyébként ez egy ilyen gyönyörű tengerpart, imádom ezt a környéket. Na nézzük, hogy miket kapunk itt. De 19 éves. Ja, itt ezeket ölni kell mindenfélét. Jó, ezek is érdekesek, meg izgalmasak. Csak már annyi küldetésünk van, gyerekek, hogy egyszerűen nem tudom, hogy melyiket érdemes csinálni. Hoppá, itt ebben van egy... Itt is van egy küldetés. Ó, gyerekek, itt rengeteg van. Bocs, hogy én ilyen rohanó állat módjára csinálom. De ugye arra is kell figyelni, hogy ez gyakorlatilag valami gameplay-szerű akar lenni, szóval ne az legyen, hogy itt órákig tökölök. Welcome, Deva. Gyerekek, aztán tényleg van minden villapucsukban. Welcome, Deva. Jó, megnézzük, körülnézünk. Itt még van-e esetleg? De szerintem már nincs. De ott ki ürekint még van egy, ha jól látom. Na, hol a VR-et? Itt nézem a térképet. Ott van egy... Ezeket is ugye ölni kell, de most először bemegyünk Haramelbe, az sokkal érdekesebb, meg sokkal jövedelmezőbb is. Gyecaringes küldetés, hát ezt valószínűleg nem fogom tudni csinálni. És fölvettem, hát ezeket nem fogom tudni csinálni, mert ugye nincs. Ilyen skillem. Na jó, oké, látjátok, itt mindent ölni kéne, de megyünk most Haramelbe, hogy megbeszél, ez micsoda? Okay. Ott van ugye az Insta bejárata, mindig általában ilyen térkapun mész be az Instákba. Ugye, hogyha több személyes az Insta, akkor nem tudsz bemenni egyedül, akkor kell szeretned 5 embert még magad mellé, vagy éppen amennyire szükséged van, nem biztos, hogy kell 6 ember, hogyha jó erős emberkék vannak. Na, hagyjuk neki. Körül nézünk, aztán akkor végig próbáljuk itt ezt csapatni. Bejöttünk, nézzük, hogy mi van. Itt egy csávó kapásból egy küldetéssel. Nekik vagyunk. Ó, sőt, 2 küldetéssel. Most valami videó induló félbe van. Igen, bemutatja Haramelt. Inkább bemutatom én nektek. 24%-ot figyel. Meg megint 24%-et megpróbáljuk végig csapni. Jó, oké, srácok. Akkor úgy látom, hogy ezeket ugye kapásból ölni kell. Sőt, ezeknek különben érdemes mindig ezeknél az instáknál az egész állományt kiírtani, mert barom jó XP-t adnak a magok. Megfigyeltek, egy kockát adott egy ilyen mag. Meg főleg ugye a nagyobb instáknál, ott ugye nem normál magok lesznek, hanem elitek, amit tüket. Igaz, hogy többen öltök meg és osztik az XP, de mégis jobb az XP mennyiség, amit tudsz érte kapni. Na, egy ilyet nagyon alaposan kipucolsz, akkor biztos, hogy kapsz azért minimum egy szintet, itt meg valami gyűjtögetni is kell. Fine Odium, vagy Odium, nem tudom. 5 kell belőle. Ott egy boss,
ugye vannak instákban mindig vannak bosszok. Ami azt jelenti, hogy ebbe az instában ugye egy személyes insta, úgyhogy nem egy olyan erős bosszok lesznek, viszont a több személyesekben nagyon erősek szoktak lenni, és több ember kell a megöléséhez, és nagyon jó cuccokat szoktak dobni, akár a legjobb armorokat és fegyvereket is ugye kiszedhet az instában. Szerünk el minden gyerekek, megpróbál kicsit pörgősen menni, kipucoljuk az egészet, az valami csak lesz. Ez micsoda, szétervárni is érdemel? Lehet, hogy szét kell. Azt hittem, hogy küldetés téma, de nem. Három. Valasa Bence írt. Aja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 j
Vagyok. Csáááá. Értem neki, hogy csá. Treasure box. Ugye ebben valami. Elképzelhető, hogy van. A recovery serum egy darab, hát nem volt egy nagy eresztés, de azért valamire jó lesz. Közben írogatok. Na, azt kérdeztem tőle, hogy Gladi lesz. Pörgök mindent rágya szóróvám. Jaja. Ez minden, mert van azt a szignya is azt mondja. Közben próbálok futkozni, mint az őrültek. Na, az ódium vagy mi a túró, attól még nem túl sok van. Nézzük, hogy mi. Vagy öljük őket, mint az a szoszi. Van Bence Balassa is elkezdte. Csatlakozott a klánhoz. Na, meg szerintem jó lesz, vagy ilyen eső. Remélem nem megy el a internet. Azzal még nem lépett be a szadnyja, jól van. 4x5 rab, érdekes, hogy egy... Nem hiányzik nekem egy rab, nem hagytam el valahol. Meg kéne még most nézem, mielőtt vissza kell ide jönni, nem volt itt egy rab, mert... Nézzétek, egy hiányzik, ugye az nyers, valahol itt nem hagytam el egyet. Rab, ott van bazd meg, oda nézzé, majdnem elhagytam. Még érdemes volt visszajönni érte. Kérdezi, hogy megy-e a felvétel? Mondtam, hogy igen. Tök jó zene egyébként. Hello YouTube! Itt a... Gyorsan nyakon vágjuk a maradékokat még. Ebbe a terembe, és megyünk tovább. Hogy ez a sok kattogatás, ez egy nyomon, mint az őrültek. Majd rosszak itt. Meg itt van valahol fel, ott van egy duk, aki fel van. És itt van egy boss, ugye? Ezt is ki kell nyilván nyírni. Ez elvileg egy ilyen Grace World-ot dob. Ilyen viszonylag jót. Amit szintünkhöz jót ugye természetesen nem fog ízét dobni. Lila Grace World-ot. Minden egy dobhat jó ékszereket is. Amit dobott? Megnézzük. Ha itt ez a Grace, nem ez. Grizzlord a dobot. Kakiti. Hát tudod, és az, hogy Kakiti. Ugye Kakiti, mert ő volt a boss, a Kakiti volt a neve. Igen, elég szar a rendszer, azt mondja, hogy egy csillagod egy csomó mindent, tudod, mert az káromkodásnak minősül. Hát ez megrántott, de azt nem tud szegény legyeni. Ugye, hogyha így van, hogy átrántott körül szintek között, akkor ugye nem... Nem rántódik át. Ugye ez úgy működik. Nem is inkább, hogy mit tudom, én meghúzom, beesik, jól van, csal, gyere. Na, már egy jó Grace World-ünk van.
Meg akkor gyakorlatilag össze tudunk szedni egy egész jó kis felszerelést magunknak szerintem. Ékszereket, ilyesmit, az, majd hogyha végzünk az istával, akkor megnézzük, hogy mégis mi az, ami kell nekünk, vagy nem kell. Hát. Ragad a kettes gombom, azt néha kattani. Jó, mindjárt meg lesz a 18-as szintünk, szerintem leadok mindent. Ez az küldetése, vagy ez az izével végzek, és leadok mindent, szerintem a 20-as alulról súrra jutni fogjuk, úgyhogy ez is meg lesz akkor. Egy 20-as terveztem most ebbe a videóba, jó lenne megcsinálni. Most Menza, hogyha néha nem veszem észre, hogy írsz. Szapom neki, mint az őrület. Na, 3-3 oda nézés, ott meg is van a küldetés a csávónak. Itt kellett leadni. Mennyit adott ez? Valami jó, 24 szalva egy gyerekek. Király mód, és akkor még... Ó, hát oda nézni, figyeld el! 18 szalva egy. Ja, bocs, hogyha nem veszem észre, hogy írsz eskü. Ne arra úgy eljette. Hogy itt is vannak így. De remélem, hogy ezeket meg is fogom tudni csinálni, meg fogom tudni csinálni, akkor a gyerekek... Nem ugye 20-as verjük alulról, de még annál. Ez meg egy... Aha, ez meg egy... Ez egy repes quest volt, tehát egy ilyen... ismétlődő. Na, nézzük, mi van itt gyerekek. Aha. Kicsit rövidített a keeper, ugye? Nem a izén mentem. Nem a lépcsőn, egyébként egy lépcsőn értem volna le, ott körbe-körbe karikába. Keeper 4 a... valahova. Hát ez a torony, ebbe fel lehet menni. De ide ki, ahhoz, hogy... azt hiszem, hogy el tud indítani valami, vagy ki tud nyitni ládát, kell szerezni olajat. És ezekből azt hiszem, hogy ezekből, ezekből valamelyikben, nem a fighterben, hanem a másikban, az engineerben van olaj. Úgyhogy ezeket érdemes megvenni. Vagy technika, hogy van, azaz. Ugye, hogy ott van lubrikáción olaj, vagy lubrikáción olaj, vagy mi az. Gyerekek, tiszta viharos idején a hangulat. Öreként. És nincs skillem éppen, amit nyomhatnék ilyenkor. Üthetem fejbe. Ja, egy kicsit újra gír előrük, hogyha ezt letoltam. Megnézzük, hogy mink van, mink nincsen. Hiszem, hogy végelek. Ugye ilyenkor érdemes mindig a mapon figyelgetni, a minimapon, hogy hol vannak ilyen pontok, azt akkor látod, hogy kb. Hol van a lenség. Az már a következő teremben van, amit látokat szerintem. Oké, és kacok, és akkor ezzel a lifttel megpróbálom fölvenni. És akkor ott kinyírunk mindenkit. Ride, hát ugye nem víz fel minket, sokszor van olyan, ami felvíz, de most ez nem úgy működik. És akkor lépcsőn föl. Fölmegyünk a tetejébe, ott van valami láda, amiből lehet jó cuccokat azt szerezni. Ah, mit művel ez, barátom? Ez egyébként ez egy illegális valami kabitószert bágya, vagy mi akar lenni. Kabitószert itt termelik. Csavók. Aha, ott van a box. Rusted box, és ugye... Azért rusted, mert nehéz is kinyitani. Tehát a lubrikationi olai... Köllé hozzá I. Oké. Okay. És ott is a papír, ami kellett. Nagyon jó. Leugrunk. Yeah! És akkor mehetünk tovább, nem is tudom, mert arra valószínűleg arra. Jó, gyerekek. Scrollokat beküldjük. Darálunk, mint az őrület. Ah, itt már valami mások vannak. Ez pedig a izét, a füvet, gyerekek, kütermesztő népség. Nem tudom, hogy szuper lesz, nem? Körülnézzünk, úgy látom, hogy... Aha, ott is egy boss. Csávó. Itt dolgozzák fel, ugye, hogy látszik. Itt van ilyen, az kémikus a csávó. Szerintem ezt nem lehet mutatni? Nem, ezt nem lehet ugye akkor jelölni. Na, megkapom ezt a boxot, azt a nyakon vágom. Ajaj, kiütött.
I have no Odella for the day. Ja, ezek ide, ez hülye, hallottam tetteti magát, ez valami ilyen, nem is tudom milyen rakcsaló még így csinál. Ott van, volt már egy Sword. Menjünk tovább. Hopp, itt van egy izé valami. Tüst. Amúgy ezeket nem biztos, hogy le kell nyilmatatni. Lehet, hogyha még egyszer bejönni, akkor kellene. Mindjárt kiderül. Megpróbálom, de szerintem nem, mert ugye jelölni vagy valamit csinálni. Nem, ezt csak el. Ott itt treasure box. Egyébként nincs, nem hosszú már. Ugye egy ilyen többszemélyes instát is hasonlóképpen kell elképzelni, esetleg egy kicsit bonyolultabb, egy kicsit ugye hosszabb, de általában annyi, hogy ugye olyan mobok vannak, amit egyedül esélyed nincs megölni, vagy pedig nagyon kis esélyed van megölni, meg ráadásul olyan bosszok vannak, amit már biztos nincs esélyed megölni. Szállítanak valamit. Szállított. Ginzeng. Ja, ginzeng. Minek nekik a ginzeng, gyereke? Mit csinálnak ezek izét? Monster Energy Drinker, vagy mit? Az. Jó. Ki van pucolva minden. Ugye itt látni, hogy arra. De aha, jó, akkor erre mehetünk tovább. Na nézzük. Itt meg már farmerek vannak. Ugye itt termelik. Ugye minden ilyen instalak általában van valami sztoria. Ezeket nem kell szedni? Nagyon szuper. Dörög az ég, gyerekek. Ezt nem hiszem el. Még a végén félbe szakad a videó. Jaj, azt akartam mondani, nem baj, hogy elmegy a net, mert úgyse élő, de hát ez meg egy internetes játéke. Mindegy, ezért jó lenne. Húszra jól örültem volna, hogyha felbántam gyorsan. Szóval akkor így gyakorlatilag ilyen útmutatás is lenne. Ugye ott ezt viszont kell puzerálni. Útmutatás is lenne ugye az eljövendő generációnak, hogyha akar gyorsan szintezni, akkor úgy viszonylag mire figyeljen, meg mit csinálja. Ha, ilyet kell ötöt. Na, úgy vagyok ilyen instákban, általában szeretek megölni mindent, elég jó XP-t szoktak adni. Halljátok? Nem tudom, halljátok a dörög. Milyen hosszan meg vagyunk. Három per öt, hát akkor kell lenni még neki. Azt nem látok. Ja, ez az Odella ez, ugye? Ott van kettő, jó. Van ilyen ruti ezek, ugye, amik ilyen szürke nevű mobok, azok általában ilyen... Hát ezek ilyen állatok, ugye? Vannak, hogy ilyen kutyák, macskák, vagy ilyen hülyeségek, most ezt megöltél, semmi értelme nincs. Lootot általában nem adnak. Hát ilyen élőlény. Ahhoz igazítva éppen, hogy hogy van, hol vagyunk, vagy vagyunk. Na, és itt egy küldetés. Téma van. Ja, jó. Ugye itt leszakad az ég. 8%, új skill. Hát ezt most nem rakom ki, mert az úgy látom egy chain skill. Megnézzük, hogy ez mi lesz akkor. Nem sokára ott vagyunk, most már az utolsó bossnak a termje jön. Csak ott van egy izé, treasure box, azt akkor már megnézem. Van egy lift, elvileg ezzel fölmegyünk.
szuper. Az utolsó terem, itt vesz az endboss, meg itt egy-két dolgot még ugye meg kell ölni, aztán annyira az elég sok mob van ott, nem kell megérni tőle. Igen, és attól nagyon nem kell megérni, mutatom is, mert... Itt lehet, hogy párra azt gondolják, hogy jogi, ez nagyon nem csinálható meg. Itt ugye, van egy ilyen szekció. Ezek mind ilyen nagyon... Ezek ilyen egyes szintűek, egy kis talítványok, amik gyakorlatilag egy-egy ütésre nagyon tudjuk csapni, szóval... Még nem is nagyon sebeznek. Ki tudod őket nyírni hamar. Ugye aki ott sétálgat, az egy bossnak nevezhető emberke. Aki ott van fönt, az megint bosszocska. A teremben vannak magunk, nem tudom, nem kellene küldetésre. Ezeket így érdemes megcsinálni, most gyorsan itt ezt a célt kipucolom. Ott lett volna még egy csína izére az első skillemre, ugye arra piros kardra, majd mindjárt megnézzük. Most néztem. Kiütjük. Nem tudom, ezeket kell leölni. Megölöm minden esetre. De biztos mi. Erre elvileg. Na, van még egy skillem most. Még jobb a rotán, még hosszabb. Ugye a rotának nevezik azt a folyamatot, amit letolsz, így a... Amikor nyomod a skillt. Ugye a rota az, amikor így végig nyomod a skill bárodat, ahogy éppen te szereted. Nézzük az inventory, nincs a fúra. Ha majdnem sikerült fúra rakni. Mert átnézzük akkor az időinket. Felhúztuk magunkat, akkor át is nézzük, hogy mi lesz. Kipucolom a másik oldalt is, mert miért nem? Itt egy kicsit lehet, hogy nem tudom mit dobják ki, amilyen hútba egy rágyolgok. Ugye, hogyha szürke nevű valami, akkor az csak semmi, az arra jó, hogy eladod és pénzt kapsz érte. Tehát is abszolút semmire nem jó, onnan tudod a szürke itemeket. Ilyen nagyon vagy ilyen halvány szürke nevűeket. Ja, tévedtem, srácok, szerintem meg lesz a 21 éve. Questekkel. Úgyhogy ez elég jó. Hát, elég jó jött. Na, Nukit itt kinyerjük, ezt utána akkor jöttek a többiek. Na, szávasz, haver. Itt vagytok, ti nincsákok. Megöljük még a rabokat is. De biztos, nem igaz? Máj, hol mész, haver? Mindentől idegesít, hogy nem fogunk elférni, de már fogunk férni, jó? Gyerekek, szedtünk itt össze mindenféle elmet. Ugye nincs ékszerek, nincsenek is rajtunk. És azzal még nem is foglalkoztam. Na gyere papához, aztán adjuk meg. Jóha. Megvarult a szakacsné. Na, itt ugye, ő meg a hammer dobja. Hogy az leginkább talán klerikeknek, majd templároknak. Na! Jó, a gyerekek, szerintem adjunk az érzésnek. Jó, se túl nehéz, ugye ez egy személyes lényfő, ne felejtsük el, úgyhogy ez túl nehéz az egész móka. És meg is öltük, nagyon szuper, ugye elvileg egy ládát. Igen, egy ládát dob is meg tudjuk nézni, ebben még lesznek azt hiszem ékszerek, egyéb dolgok. És ez nagyon tudja, nem. Speciális chest. Na mi az? Nem fogom tudni kinyitani a nyitocetomban. Nézzük már meg ezt a chestet, az érdekel így, na hol vagy? Mit dob ez? Dobott egy kedest, meg dobott egy csizmát. Úgyhogy így gyakorlatilag nagyon felöltöztük most az utóbbi pár percbe. Jó, kimegyünk, megnézzük ott kint, hogy milyen küldetéseket tudunk leadni. Utána megnézzük, hogy Vertaromban milyen küldetéseket tudunk leadni, és akkor talán ez így nekünk jó is lesz, és nagyon-nagyon dörög az ég, és nagyon bízom benne, hogy videó égéig nem fogunk DC-zni, nem megy el az internetecske. Jó, srácok. Ránézzünk a mapra. Ó, itt kapásból van kettő quest, és Vertaromba is vannak valami csodák, oda nézzél. Hát nem biztos, nem, és ne, sőt, lehet, hogy nem. Itt is van valami quest, amit le tudunk adni. Ó, ugye, várjál!
Hova megyek be az? Itt volt valami, ami... Itt volt köpásból a bejárat, de hol? Nem is látom. Hely, ez hol van? Ott van valaki? Azt is össze kell szedni, valami odium, nézd. Várjál. Ezeken a nyomokon kell volna bemenni, fogadni a lenni gyereket, itt elcsesztük egy kicsit a rendszer. Hát arra lukok a májba is van, úristen, na. Jó, hát nem tudom gyerekek, meg kéne menni? Meg kell próbálni? Hoppa, ott jött ki valaki pont. Egy robot! Nem tudom. Ha, ja, hogy itt, igen, oké. Okay. Most láttuk meg, hogy ugye bement oda valaki, és akkor most mi? Be kéne mennem nekem is? A baj, most voltam be, lehet, hogy nem nagyon szereti. Bár lehet, hogy még nem lesz a többbe. Jaj, ne, dörög az ég! Jaj, de dörög az ég. Nem, nem itt kell beszélnem valaki attól. Ah, itt jó, oké. Okay. Ugye ezt az első küldetést, ezt nem csináltok meg. This will make some kina, nyek nyek. Ennek most mi köl? Jó, lehet, hogy ledicéztem. Akkor ezt miért nem akarja? This place is some... Give Gesternerk my best, nyek. Nem tudom. Jó, megyünk ki, aztán csináljuk akkor. Egy per ping parancsa tudsz nézni egy millisekundomot, ugye 60 millisekundomon vagyok most, nem tudom, valami német szerver az egész értelmes. Na! Ezeket ugye leírtanánk akkor, megint marha sok XP, de most egyelőre rámegyek arra, hogy megpróbálom leadni itt, amíg vannak. Aztán hát, hogyha az nekem úgy egész jó lesz. Ha nem, akkor ugye tudunk itt még esetleg dolgozni, de viszont ugye vannak sárga questjeink, amiket mindig is mondtam, hogy azt kell nyomni az erre. Oda nincs és nem adtam egy... Jó, és az éve az itt adott egy csomót, és szerintem az instas questek. Nem, ezt megcsináltuk, jó. Jó, meg is van. Meg is van a sokadik. Ezt ugye fölvettem még egyszer valamelyiket. Nem tudom, melyik volt az. Megint felvehetek egyet. Megint felvehetek egyet. Ugye még egyszer bemennék, megint rengeteg XP-t tudnék összevakarni. És itt megint van egy izé, megint van egy quest. És ez az, hogy 20-25-ig. Mi ez? Ó, ott egy izé, egy kék csizma gyerekek. Hát komolyan mondom, már megőrülök. Már annyi minden. Hoppá, 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 hoppá. Kék récfölt. 25-ös, hát gyűljön. Gyűljön gyerekek, gyűljön, gyűljenek az dolgok. Gyűljenek a dolgok. Itt van ugye sárga questek. Itt valamit láttam, ja itt is sárga quest van. Csak jó, akkor igazából úgy látom, hogy ennyi. Még egy harom előtt még runnal, ugye simán felmennénk ugye még 21 vagy még magasabb szintre. Lehet gondolkozok rajta, hú gyerekek, itt iszonyat sok cuccot szereztük. Na jó van. Hát itt valamit kell művelni, úgyhogy visszamegyünk Bertramba, itt most a szintezés vége, mondjuk úgy. Hoppá, hoppá. Jézus, látszok, közben írtam nekik. Visszaugratunk Bertramba, azt eladjuk a sok szemetet, ami nálunk van, meg kiválogatjuk, hogy melyik az, ami nagyon tuti, meg melyik az, ami nem. És akkor egy kicsit gírelődünk, mert nagyon elhanyagoltuk gyakorlatilag ilyen 10-es rucikból, vagy 10-es fegyverekkel futunk. Na, oké. Okay. Akkor. Először is eladok mindent. Eladni általában, ugye itt szoktam benn. Nincs. És akkor kapásból el akarsz adni, mert nyomj egy szelalmicket, akkor elad minden szemetedet. És akkor utána válogathatsz, hogy éppen neked mi az, ami nagyon nem kellene. Hát, őszintén. Nem nagyon tudom megmondani. Ezek nem kellenek. Nem kell. Ez nem tudom, ez nem egy jó valamire. Fú, nem kell.
Nem kell. Ez HP, ez egész jó az az öv. Ez egész jó az a gyűrű. Melyik a legjobb övünk? HP 27, HP 27, HP 27. Akkor eladom párat. Szoknya nem kell nekem, nem kell nekem. Ez nem kell, nem kell. Greatsword-öket meghagyjuk. Ez nem kell, ez nem kell. Ilyen nem kell, ilyen nem kell. Ami nem nekünk való, azokat ugye adjuk el. Hát plate nekünk való természetesen, mint tüzének. Ez se kell. Végre megszabadultunk egy csomó kacadéktól. Most már egy kicsit átláthatóbb a dolog. Goodbye. Nem írt senki? Nem nagyon írnak az emberek itt a klánba. Jó, akkor. Gírelődés téma, ugye? Arról beszéltünk. Akkor meg kell nézni. Hoppa, hoppa. Kaptam egy izét. Kaptam egy izét, tojást. Ez egy petnek a tojása, gyakorlatilag ki lehet keltetni. Jó van, gyerekek, nézzük akkor mi az, ami legjobb, ugye? Hát van itt egy 26-os csizma, de igazából nekem ez a 26-os csizma messze van, mint az állat. Speed plusz 11%, az viszont jó lesz. Nézzük azokat, amiket tudok használni, ugye, amik nem pirosak. Jó, ez mennyit? 93, 13, ugye annyit véd. Hát gyakorlatilag ez a legjobb. És annyit csinálunk, hogy le is veszünk mindent magunkról, mert ugye remodellezni is szeretnénk. És akkor ezeket... Úgy rakjuk, hogy... Ezeket fogjuk remodellezni, ugye. Akkor ez a legjobb csizmánk. Tehát akkor először azt csináljunk már meg rajta remodellezést. 20 modi... Mi, ezt nem lehet? Nem elérhető rajta, hogy izé, hogy... Módosítod. Anyád úristenit azt. Jó, akkor ez... A csizma az nekem nem jön be. A csizma megy levesbe. Gyűrűt ezt fölkapjuk. Övet fölkapjuk. Látjátok, nincsen semmi rajtam gyakorlatilag. Sisakot. Melyiket. Hát mondjuk ezt felkapom. Ez ilyen tipikus sisak. Felső. Biztos, hogy jobb az enyémnél, de viszont ugye remodelezni szeretném. Ezt lehet, jó. És akkor ugye erre. Nagyon szuper. És akkor ezt ma föl is veszem. Jó. Kesztyű. Melyik a legjobb? 93, 12. 81, 93. Hát, megmondom őszintén, szerintem ez a jobb, úgyhogy ez megy a leves. Az is marad, akkor ezek meg ugye mennek a levesből megint csak. Jó, tehát akkor a csizmát azt úgy fel is beheted, mert azt nem remodelezzük, meg nem csinálunk vele semmit. A kezest, az kellene akkor. És tudom, olyan mondom, hol a túróba van? Ja, ez se lehet, mi? Na szórakozz el. Ezt se lehet izélni. Átalakítani. Ezt át lehet? Ezt át lehet, komolyan mondom. Valamelyik cuccokat egyszer nem tudod átalakítani így kinézetre. Melyik megvan? Őszinte vagyok, marhára idegesítő. Na jó, akkor ezt felvesszük, a gatyák nincsen, jó. Vannak kardjaink, vagyis két kardjaink. Van egy ilyen, amelyik hányas? Összesen a sebzése 119. Még mindig jobb a miénk, mert ugye fel van torrászva. Hát ezeket meg megnézzük, ugye ki kell nyitnunk, hogy meglássuk, hogy milyen. Az egy feljelvű különben, az valószínűleg nem valami nagyon jó. Ez egy 14-es, ami rajtunk van, az már nem is tudom hányas. Itt egy 14-es. Egy 20-as. 14-es. És ez nem tudom, ez hányas. Ez valami tök nem tudja milyen. Lehet, hogy kéne alfúziolni kettőt, azt akkor valami lenne belőle. Megpróbálunk, jó? Ugye van itt egy ilyen alfúzió. És be tudod rakni alá még egyet.
és akkor ez lesz belőle, ami ilyen összetettebb egy kicsit. 130-138-as lesz az izéje. Nem olyan véletlenül basszus az izé, mert amelyik a tropikál jó. Lett belőle egy ilyen, amelyik ánfúzolva van, tehát akkor egy ilyen hosszabb listával rendelkezik, igen. Nem, ez nem az, baza, ez az. Itt van ugye, kapott plusz extra hétet, meg kapta ezt, úgyhogy mindenképpen jobb, mint az enyém. A sebzésünk egy picivel jobb, azt nézem, ez. Viszont a többi statja az elég rossz. És igazából ezt ugye lehet nem még felfelé is húzni. Hát, olyan nagyon sokat nem értünk el vele, hogy őszinte legyek. Viszont ezt akkor még azt is kellene, hogy ugye már kéne húzni az kint is. Ja, ez az izé. Melyik volt az? Az volt az jobb. Jó, gyerekek, hát igen, összepakoltunk most egy fegyvert. Még ez lett az? Azért már bele vagyok keveredve, mint cigány gyerek a Huzentrogerbe. Na! Ez az jó, oké. Na, van egy ilyen aranyszínünk, ami a franc tudja, hogy ez nekem mennyire lesz jó. Hogy mennyire lesz nem jó. És ezt nem is lehet eladni, meg semmit nem lehet csinálni. Jó, ott megtartom azt az aranyszínt, már megmondom, hogy szinte nem vagyok bizok benne, hogy ez olyan jó lesz. Viszont a többi kacatomat azt meg eladom, kivéve a csizmámat. Ez nem kell, ha izémet, azt a csizmámat. Akkor ez részből, ezt meg nem is tudom eladni, miért nem? Nem eladható, jó, nem baj. Jó, oké, így nézünk ki most. Szerintem ez most egész kellemes. Annyi, hogy ugye, hát igen, még egy csomó izénk nincsen. Hát van, nincsenek ékszereink, majd azokat beszerezzük. Annyira nem fontos egyébként, nem annyira számottevő ez a dolog. Viszont akkor szerintem ennyi volt ez a videó. Ez micsoda? NTC, jó. NTC hánytól elérhető? 25-től. Jó, akkor a következő részben így nem fogjuk folytatni 20-tól. Nagyon köszi az izét, figyelmet, remélem, hogy tetszik a videó. Hát próbálok szépen okosan haladni, mint az őrültek. Viszonylag úgy azért rövid idő alatt egy-egy részbe, és elég sok szintet lépni. Megint felvettük a küldetést, én azt mondom, hogy még egy haramert fogunk iszonyatosan gyorsan csapatni. A következő rész elején gyors végigrohanunk, és akkor még a maradék küldetést megcsináljuk, és utána a sárga questeket itt Bertalomba megpróbáljuk ledolarni. Hát nem is tudom mennyi van, de szerintem van még pár. Igen. Aha. Nagyon jó, nagyon jó. Igazából kettő van, és a harmadik meg fog nyílni. Ezeket végig nagyon gyors. Igazából lehet, hogy a Haramelnél is jobb értelmesebb lenne ezt. 76% kiktét a gyerekek. Ez 76%, ez is 76%. És ez is 76%. Ez a három, ez ad gyakorlatilag két szintet, érted? Tehát akkor 22 az a három küldetés, sőt valószínű, hogy azt fogom csinálni. Megnézzük ezt az Insta. Ugye mindig meg kell nézni ilyenkor a questeknél, hogy Haramelben mennyi quested van, ugye itt vannak. Hát ugye, ez mennyit ad? Ez 12%-ot, ez 12-t, ez 12-t. Úgyhogy érdemesebb talán a sárgákat csinálni. És ugye a következő részben a sárga questeket megpróbáljuk megcsinálni, aztán akkor valami csak lesz. Na, nagyon szépen köszi a figyelmet, jók legyetek, csá, csumi csődésztek!